összességében nagyon örülök az eredménynek. Karikával kezdtem, a karika gyakorlatom úgy érzem, hogy elég jól sikerült. A labda gyakorlatom is úgy érzem, hogy sokkal jobban sikerült, mint az előző versenyeken. Például Milánóban ott eléggé sokat rontottam, és ahhoz képest egy hét alatt sokat tudtam rajta most javítani, viszont még most is volt benne kisebb pontatlanság, amit szintén szeretnék holnapra kijavítani. A mezőnyben nem mindenki volt itt, aki a legjobbak közé tartozik, viszont nagyon sokan voltunk ahhoz képest, hogy egyetemi világjátékok, mivel általában nálunk nagyon fiatal tornászok vannak, és 18 éves korukban abba hagyják a ritmikus gimnasztikát, így nagyon kevés az egyetemista a körünkben. Általában hetente 6-szor edzünk, napi általában 8-10 órát, attól függ, hogy hogy végzek az adag, amit meg kell csinálni edzésen. Ez az edzés nagyon sok részből áll, van benne balettóránk, van egy táncóránk, nyújtás, erősítés, a gyakorlatainknak a gyakorlása, külön zenére, zene nélküli javítások. Így igazából nagyon gyorsan eltelik ez a 10 óra, és még akár lehet, hogy többre is lenne szükség. Hogy véget értek a vizsgáim az egyetemeken, sokkal tudtam már csak az edzésre fókuszálni, ami egyik oldalról nagy könnyebbség volt, hogy nem vette el más az energiámat, viszont a másik oldalról pedig számomra nehezebb volt, mert engem nagyon jól leköt az egyetem olyan szempontból, hogy már nagyon szeretek tanulni, így nagyon kikapcsol az edzések mellett, és így nem folyamatosan a sporton és az ergén agyaltam, és nem folyamatosan azon gondolkoztam, hanem így több területre kellett figyelnem, ami egyik oldalról könnyebbség volt, másik oldalról meg nehézség.